mindig volt otthon macskánk, gyakorlatilag 2 éves korom óta macskákkal élek. Volt az egyik 18 évesen halt, meg a másik 16, és most nekem, mióta elköltöztem otthonról, 3 macskám volt, egy maradt, Bercike 15 éves, most már ő is, és hát gondolkoztam rajta, hogy egy társat keríteni neki, kicsit megfiatalodjon, ne unatkozzon annyit egyedül otthon, és hát igazából ezért vagyok itt nálad, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen macskát ajánlanál nekem, vagy hogyan választak cicát magamnak. Mit lehet mondjuk róluk tudni a Maine Coonokról? Igazi családbarát cicák. Tényleg gyerekekkel, kutyákkal egyaránt jól kijönnek, más állatokkal is. Ez független a kortól és a nemtől. Úgyhogy tényleg egy szuper fajta, akivel öröm és élvezet együtt élni. Milyen speciális étrendre kell náluk odafigyelni? Ezeknek a piciknek most fejlődik az emésztőszerrendszerük, ezért nagyon fontos, hogy a nedves táp is könnyen emészthető, tartósítószertől, színezékektől, akár szójától mentes legyen. Nagyon fontos az, hogy majd ne adj tehéntejet ezeknek a cicáknak, mert a laktózt ők nem tudják bontani. Ezekben a nedves eledelekben is, illetve a nedves eledelben mindenképpen legyen benne A-vitamin, D-vitamin, taurin, ami elengedhetetlen a szervezetük működéséhez. Ezek a kölykök, igenis magas energia és tápanyag szükségletűek, szép, nagy, robosztus cicák lesznek majd. Ezért mindenképpen fontos lenne a megfelelő táplálásuk. Ápolás tekintetében a szőre valamilyen különleges ápolást igényel, vagy elég, hogyha kikeféljük néha? Bőven elég, hogyha hetente egyszer-kétszer meg vannak fésülve. Egyébként a kölyök bundával még nincsenek extra teendők, nem csomósodik nekik pici kölyökként még a szőrük, inkább majd csak a szőrváltás után, viszont érdemes már ilyen pici korban hozzászoktatni őket a szőrápoláshoz. Hogyha kis cicát választ az ember, nyilván most itt is rengeteg van, és nem tudnám, hogy a szürke, a csíkos, a valamelyik, akkor hogyan szoktuk? Mert ugye kutyánál az, hogy odamész, és a kutya is kiválaszt valamilyen szinten téged. Macskánál mi a jó megoldás? Vannak azok, akiknek már konkrét elképzeléseik vannak színre, nemre vonatkozólag. De van olyan is, aki tényleg idejön hozzám, és valami olyan pozitív energiát érez avval a cicával kapcsolatban, hogy akkor azt mondja, hogy igen, neki ő kell. Ha mondjuk tenyésztőt keresünk, akkor mik egy jó tenyésztő ismérvei? Az első és a legfontosabb, hogy szerződéssel adja el a tenyésztő a cicáját, azaz vállaljon érte felelősséget és garanciát. Nagyon fontos még mindezek mellett, hogy törzskönyves állatokról legyen szó, minden kölyöknek rendelkeznie kell törzskönyvvel, illetve a tenyészet minden egyes egyedének egy állományon belül a fajtára jellemző genetikai betegségek szűréseivel is rendelkeznie kell. Egy jó tenyésztő ismérve, hogy utóköveti az eladott kölykeit, leinformálható, rendelkezik weboldallal, és nem szívódik fel, nem tűnik el utána, hanem ugyanúgy tartjátok a kapcsolatot, és mindenben maximálisan számíthatsz rá.